Ebben a videóban kerékpár gumi fújási technikákat fogok nektek bemutatni, és remélhetőleg a videó végén le fogunk tudni vonni némi konklúziót. Az első technika a hagyományos orális. De bevethetjük a házi praktikát is. Az is lehet egy módszer, hogyha mástól kérünk segítséget. Én Istenem, jó Istenem, fújjodjon fel a kerekem! Bevethetjük a pszichológia fegyverét. Fújom, fújom. Ízlésünktől függően egyéb technikákat is bevethetünk. Vagy használhatunk pumpát. Az SKS műhelypumpáit szeretném nektek most bemutatni, mint ahogy Stály Judit is megmondta a fürdőtojással kapcsolatban, minden háztartásban kell legyen műhelypumpa. És azért az SKS, mert az SKS kínálatában nagyon színes palettát találtunk, valódi ingyenségekkel, amiket mindjárt be is fogok nektek mutatni. Műhelypumpa és műhelypumpa között hatalmas különbségek lehetnek, és higgyétek el, hogy nem érdemes egy apró, pici, nyekergő, nyikorgó, nóni műhelypumpát beszerezni, mert nem fogjátok élvezni annak a használatát, nyug lesz, hamar tönkre megy. Még áldozatok egy kicsit többet egy minőségi műhelypumpára, és az összes haverotokat meg fogjátok hívni, hogy hozzá kell nektek a kerekeiket, fel tudjat pumpálni, mert jó. Itt van egy 52 éve változatlan formában gyártott műhelypumpa, amit még a mai profi kerékpárcsapatok is használnak manapság, sőt van olyan verziója ennek, ami még 25-30 éve változatlanul ott áll egy műhelyben, és még mindig használható, úgyhogy naponta pumpálgatnak vele. Tehát egy igazán strapabíró darab, van rajta nyilván egy nyomásmérő. A nyomásmérő szerint 16 bárig van kalibrálva, nekem nincs semmi, amivel ezt leteszteljem, de szerintem 52 év alatt kiderült volna, hogy ez itt valami turkisság. Az SKS-nél garanciát vállalnak arra, hogy a pumpa valóban tudja azt a nyomást, ami rá van írva a nyomásmérőre. Ami még nagyon szuper ezen a pumpán, nem kell neked cserélgetni, nem kell neked két lyuk között választani, hanem egyetlen egy lyuk van rajta, és azt rá tudod tenni autós szelepre is, presto szelepre is, meg arra a hagyományos régi módi blöl, nem tudom milyen szelepre is. A trükk egyébként az, hogy ez a belső gumi olyan nagy módon képes tágulni meg szűkülni, hogy így megoldható, hogy mind a háromféle méretű szelep belemenjen. Aztán itt van az Air Compressor 12.0, aminek egyedisége, hogy viszonylag vékony csöve van, és nagyon hosszú. Ez azért jó, mert ha vékony cső, akkor az sokkal könnyebb pumpálni, tehát nyugodtan kiadhatod a feleségednek vagy a gyerekeidnek a feladatot, hogy pumpálják fel az összes kerekedet, amit te mondjuk megiszol egy kávét. Kész van már! De mivel elég hosszú, ezért elég gyorsan is lehet vele fújni. 12 bárig van kalibrálva, fején két lyuk van, mind a háromféle szeleptikus tudja kezelni, és van egy ilyen kis csinos tartó, ide tudjuk tenni, amikor nincs rá szükség. Na és most jönnek az igazi nagy ágyuk, ez az én kedvenceim. Az egyik, ami manapság egy nagy favorit. Nem véletlenül, ez a 29er. Azért 29er, mert kifejezetten a 29-es sok levegőt magukba szívni képes gumikhoz lett kifejlesztve, és láthatjátok, viszonylag vastag és hosszú csöve van, ezért mondjuk alacsonyabb emberek csak székrehába tudják pumpálni, de hát annyi baj legyen. Multiszelepes fejet kapunk hozzá, amint két lyuk van, mind a három szelep típushoz jó. Mivel kifejezetten mountain bike-okra lett fejlesztve, ezért 5 bar nyomásig van hitelesítve, és ami még nagyon szimpatikus, amiért érdemes egy minimum egy ilyen pumpát tartani a háztartásban, ugyanis találhatunk hozzá ilyen kis pici kiegészítő fejet, amivel fel tudjuk fújni otthon az úszógumminkat, a matracunkat, a guminőnket, vagy a kismedencét, és van még egy kis kiegészítő szelep, amivel focilabdát is felfújhatjuk. Az is elég profi, hogy a szelepekhez van itt egy megfelelő tároló, úgyhogy itt csinosan szépen egybe van otthon egy multifunkciós, mindenre jó pumpánk. És akkor jön az én személyes kedvencem, a Darth Vader, egy fekete, fantasztikus pumpa, tudja a 10 bárt. Országútihoz is, Montihoz is tökéletes. Tudja mindhárom szeleptípust a multifunkciós fejével. Vannak hozzá kiegészítő szelepek a mindenféle felfújható flintranchoz otthonra. Nem rossz dolog egyébként, hogy a nyomásmérő felül helyezkedik el és nem alul, mert még az is jól le tudja olvasni, hogy hány bárnál tart, akinek nincs sas szeme. És ha ne egyisten azt olvasnád le, hogy túlfújtad a kerekedet, akkor persze levehetnéd a szelepsapkát, nyomogathatnád egy picit érzéssel, majd visszatennéd és nézhetnéd, hogy jó az eredmény, de nem az Airworks Plus pumpánál. Ugyanis ezen megtalálható egy nyomáscsökkentő szelep, amit elfordítva szépen kiszisszenthetjük a felesleget a kerékből, majd azt elzárjuk, leengedjük, pumpáljuk, leengedjük, pumpáljuk. Látod tehát, hogy műhelypumpa és műhelypumpa között hatalmas különbségek lehetnek, és most fújkálhatnám itt a videóban a kerekeket ész nélkül, és mosolyogva fújnám az SKS-sel, és mondjuk szomorúan az összes többi másikkal. De én inkább azt javaslom, hogy kérdezkedj be egy kerékpár szerviz műhelyébe, ahol forgalmazzák az SKS-t, és próbáld ki saját magad, meg leszel győzve.